Kedves nézőim! Az előző videóban megismerkedtünk a búvármerülés hatásával a szervezetben zajló oxigén és széndioxid csere folyamatára. A levegő több mint 3/4 része azonban nitrogénből áll. A nitrogén színtelen, szagtalan, íztelen gáz. A nitrogénatomokat nagyon erős, háromszoros kovalens kötés fogja össze molekulákba, ezért a belélegzett nitrogén nem vesz részt a testünkben lejátszódó biokémiai folyamatokban. Ebből a szempontból a nitrogén közömbös gáznak tekinthető. Szervezetünk nem is képes hasznosítani a légköri nitrogént. A szükséges mennyiséget az élelmiszerekből vesszük fel. Ha a nitrogéngáz érintkezésbe kerül egy folyadékkal, akkor pontosan ugyanaz a folyamat zajlik le, mint a többi gázzal. Mindaddig változik az oldat koncentrációja, amíg az oldott gáz tenziója ki nem egyenlítődik a környező nitrogén parciális nyomásával. Telítetnek nevezzük azt az oldatot, amelyben az oldott gáz tenziója megegyezik a környező gáz parciális nyomásával. Ha a parciális nyomás nagyobb, mint a tenzió, akkor telítetlen oldatról beszélünk, ha pedig kisebb, akkor túltelített az oldat. A telített oldat egyensúlyban van a környezetében lévő gázzal. A telítetlen oldat gáz nyel el, a túltelített oldatból viszont gáz válik ki. Ha a folyadék környezetében hirtelen csökken a nyomás, tehát az oldat hirtelen túltelítetté válik, akkor a gáznak nincs ideje a felszínen át távozni az oldatból. Gázbuborékok képződnek a folyadék belsejében. Ezt figyelhetjük meg, ha a túlnyomással lezárt szénsavas ital tartalmazó üveget hirtelen kinyitjuk. Az ital belsejében képződő buborékok megnövelik az ösztérfogatot, így a folyadék kifröccsen az üvegből. A tüdőben tehát nitrogén oldódik a vérben, melynek közvetítésével eljut a szövetekbe. Mint tudjuk, egy bár külső nyomásnál a nitrogén parciális nyomása a tüdőben 742 millibár. Vagyis egyensúly esetén ekkora a vérben és a szövetekben is az oldott nitrogén tenziója. A lemerülés során nő a belélegzett levegőben a nitrogén parciális nyomása, így több nitrogén kerül a búvár vérébe, továbbá a szöveteibe. Megnő az oldott gáz tenziója. A nitrogén molekulák azonban az erős kötés miatt nem befolyásolják a szervezetben lezajló biokémiai folyamatokat. A növekvő nitrogén szint semmilyen biokémiai következménnyel nem jár. A mélységi mámorra a későbbiekben térünk vissza. A felemelkedés során éppen fordított folyamat játszódik le. A szövetek nitrogént adnak át a vérnek, amit az a tüdőbe szállít, ahonnan kilégzéskor kilép a környezetbe. Az oldódást és a kiválást azonban az oxigénnel vagy a széndioksziddal ellentétben nem segíti a hemoglobin. Mind a nitrogénfelvétel, mind pedig a nitrogénleadás viszonylag lassú folyamat. Annál inkább, mivel a nitrogén elég rosszul oldódik a vérben. Egy liter vízben, gyakorlatilag vérben, egy bár nyomáson és 38 Celsius fok hőmérsékleten 1 g széndioxid, 300 g oxigén, de csak 14 ezer g nitrogén oldódik, fele annyi, mint oxigén. A búvárkodásban az oldott, kémiailag közömbös gáz eltávolításának folyamatát dekompressziónak nevezzük. A felemelkedés során időt kell hagynunk a dekompresszióra. Ha a felemelkedés sebessége túl nagy, akkor a nitrogénnek nincs ideje megfelelő tempóban kiválni a szövetekből és a vérből. Tenziója hirtelen túllépi a külső nyomást, ami a szénsavas italokhoz hasonlóan buborék képződéshez vezet a szervezetben. A buborék képződést először 1670-ben Robert Boyle ír természettudós figyelte meg azoknak a kígyóknak a szemében, melyeket kisnyomású tartályba helyezett. Boyle nevét a Boyle-Mariotte törvényből ismerjük, amely a nyomás és a térfogat kapcsolatát fejezi ki állandó hőmérsékleten. A szervezetben létrejövő buborékok nyomást gyakorolnak a környező szövetekre, ami fájdalommal jár. Rosszabb esetben roncsolják a sejteket. Hasonlóan veszélyes a helyzet a hajszálerekben létrejövő buborékoknál. Elzárják a véráram útját, gázembóliát okoznak.
A szövetek nem kapnak oxigén utánpótlást, és nem tudják leadni a széndioxidot. Ezek a károsodások súlyos következményekhez vezetnek, gyakran a búvár halálával végződnek. A buborékképződés szövődményei dekompressziós betegségnek, keszonbetegségnek, búvárbetegségnek nevezzük. A keszonbetegség elnevezés onnan származik, hogy a jelenséget először az 1840-es években figyelték meg, amikor bányászati munkáknál, hídépítéseknél, alagútfúrásoknál túlnyomásos kamrákkal szorították ki a vizet a munkaterületről. Az 1860-as években Saint Louis-ban a Mississippi híd építésén dolgozó 352 munkásból 15-en meghaltak, 2-en megbénultak, további 77-en pedig súlyosan megbetegedtek. Paul Bert, francia zoológus, fiziológus és politikus 1878-ban kimutatta, hogy a keszonbetegséget a szövetekben, illetve a vérben keletkező nitrogén buborékok okozzák. Figyelem, az oxigén vagy a széndioxid nem vezet keszonbetegséghez. Az oxigént a szervezet felhasználja, a széndioxid leadása pedig a hemoglobin közreműködésével gyorsan megtörténik. Csak a biokémiai szempontból semleges gázok, így a nitrogén, továbbá a technikai búvárkodásnál használt hélium dekompressziójával kell foglalkozni. A keszonbetegséget először a nyomás lassú, folyamatos csökkentésével kísérelték meg elkerülni a munkaidő végén. Hermann Schröter, osztrák fizikus és fiziológus 1895-ben például 20 percenként 1 bar csökkentést javasolt, ami megfelel 10 méter per 20 perc emelkedési sebességnek. 1 perc alatt 50 cm. Ez a folyamat nagyon sok időt vett igénybe. Több próbálkozás után aztán John Holden, skót fizikus és fiziológus, kidolgozta a lépcsőzetes nyomáscsökkentés módszerét, amelynek módosított változatait ma is használják a búvárok. Holden számos fontos felfedezést tett. Felismerte többek között a hemoglobin szerepét a vér széndioxid szállításában, amit ma Holden effektusnak neveznek. Ő találta fel az első világháborúban a mérges gázok ellen védő légzőkészüléket. Saját magával is próbálkozott, többször veszélyes mértékben. Például halálos gázkeverékkel megtöltött gamrába záratta magát, miközben feljegyezte az elméjére és testére gyakorolt hatásokat. A királyi haditengerészet számára a tengeri búvárkodáshoz kifejlesztett dekompressziós táblázatait 1908-ban publikálta. A táblázatok összeállításánál malacokkal, egerekkel, patkányokkal, tyúkokkal, nyulakkal, de főleg kecskékkel és saját magával kísérletezett. A lépcsőzetes dekompresszió megértéséhez meg kell vizsgálnunk a gázok elnyelődésének folyamatát. Jelöljük a folyadék környezetében lévő gáz parciális nyomását pK-val, amit egyelőre állandónak tekintünk. A folyadékban elnyelt gáz tenziója pedig legyen P. Ha a tenzió egy kicsin delta T idő alatt delta P-vel megváltozik, akkor a gáz elnyelődésének gyorsaságát a delta P per delta T hányadossal jellemezhetjük. Adolf Fick, német fizikus, fiziológus vizsgálatai szerint a gáz annál gyorsabban nyelődik el, minél nagyobb a parciális nyomás és a tenzió különbsége. Vagyis a delta P per delta T hányados egyenesen arányos a pK minusz P különbséggel. Az arányossági tényezőt K-val jelöljük. Így delta P per delta T egyenlő K-szor pK minusz P. Ezt az összefüggést Fick törvénynek hívjuk. A K arányossági tényezőt a gáz oldódási sebességének nevezzük. Értéke megadja, hogy egységnyi nyomáskülönbség hatására egy kicsiny egységnyi delta T idő alatt mennyivel változik meg a folyadékban oldott gáz tenziója. Az oldódási sebesség mértékegysége bar per barszor másodperc, tehát 1 per szekundum, vagy 1 per perc. A Fick törvény alapján a matematikusok felírnak egy differenciál egyenletet, amit egyszerű integrálással lehet megoldani. Érdeklődő nézőim megtalálják a videóhoz mellékelt PDF fájlban. Mi most egy közelítő, de sokkal általánosabban változó parciális nyomás esetén is alkalmazható módszerrel ismerkedünk meg a tenzió időbeli alakulásának meghatározásához.
Jelöljük a környezetben lévő gáz parciális nyomását továbbra is pK-val, a tenzió kezdeti értékét P0-al, egy T időpillanathoz tartozó értékét pedig PT-vel. A Pick törvény alapján a T időpontban fennálló tenzió megváltozása egy kicsiny delta T időtartam alatt delta PT egyenlő K-szor pK minusz PT szer delta T. Kezdetben tehát delta P0 egyenlő K-szor PK minusz P0-szor delta T. A következő T1 egyenlő delta T időpontban a tenzió P1 egyenlő P0 plusz delta P0 egyenlő P0 plusz K-szor PK minusz P0-szor delta T. A következő delta T időtartam alatt létrejött tenzióváltozást most már ezzel a P1 nyomással számoljuk ki. A T2 egyenlő kétszer delta T időpontban, P2 egyenlő P1 plusz delta P1, egyenlő P1 plusz K-szor PK minusz P1-szer delta T, és így tovább. Ezzel az eljárással tetszőleges időpontra meghatározhatjuk az oldott gáz tenzióját. Ráadásul módszerünk megengedi, hogy közben a külső nyomás változzon. A képletben mindig az aktuálisan fennálló értéket kell beírni a PK helyére. A számolást Excel-lel gyorsíthatjuk. Legyen például egy telített oldatban a tenzió, tehát a külső parciális nyomás is 1 bar, az oldódási sebesség pedig 0,0682 1 per perc. A furcsának tűnő választást hamarosan meg fogjuk indokolni. Növeljük meg hirtelen a külső parciális nyomást 5 bárra. A számítások alapján a tenzió változását a grafikon ábrázolja. A tenzió először gyorsan, majd egyre lassabban növekszik. Fokozatosan közelít a külső parciális nyomáshoz, tehát a telített oldathoz. Elvileg sosem éri el. Persze egy nagyon kicsi különbséget, mondjuk néhány század bárt már nyugodtan elhanyagolhatunk. Vegyük észre, hogy a kezdeti tenzió és a külső parciális nyomás között fennálló 4 bár nyomás különbség 10 perc alatt éppen a felére csökken. Ez volt az oka az oldódási sebesség megválasztásának. A következő 10 percben a 3 és az 5 bár között meglévő különbség ismét a felére csökken. 2 bár helyett már csak 1 bár marad. Ez a viselkedés a továbbiakban is megfigyelhető. 10 percenként a felére csökken a nyomáskülönbség, a tenzió aktuális értéke és a külső parciális nyomás között. Ezt az időtartamot felezési időnek nevezzük. Mint a grafikonon látható, a tenzió elvileg sosem ér el a külső parciális nyomást. Persze, ha az eltérés nagyon kicsivé válik, akkor befejezetnek vehetjük a kiegyenlítődés folyamatát. A gyakorlatban a felezési idő 6-szorosát szokták kiegyenlítődési időnek tekinteni. Ennyi idő alatt az eltérés 6-szor feleződik, tehát a kezdeti érték 1 per 2 a hatodikon, azaz 15 ezred részére, 1,5%-ára csökken. Ekkora különbségtől már eltekintünk. A felezési idő létezése a Fick törvényből következik, ezért tetszőleges kiindulási értéknél hasonló változást tapasztalunk. A felezési idő természetesen függ az oldódási sebességtől. A videóhoz mellékelt Excel táblázatban nézőim ezt ki is próbálhatják. A videó alatt hivatkozás mutat az Excel munkafüzetre. A sárga színű cellákban szereplő adatokat lehet megváltoztatni. Felhívom a figyelmet arra, hogy a táblázatok a videó illusztrációinak létrehozásához készültek. Nem alkalmasak extrém adatok kezelésére, továbbá nem ellenőrzik a bevitelt. Semmiképpen sem használhatók valódi búvármerülések tervezésére. A felezési idő segítségével integrálás nélkül írhatjuk fel a tenzió időfüggésére vonatkozó képletet. Jelöljük a kis T időpontban fennálló tenziót PT-vel, a felezési időt pedig nagy T-vel. A környező gáz PK parciális nyomását állandónak tekintjük. A kezdeti nyomáskülönbség delta P0 egyenlő PK minusz P0. Ez az eltérés a felezési idő alatt éppen a felére csökken, delta PT per delta P0 egyenlő 1/2,
egyenlő 2 a mínusz egyediken. Ezt persze felírhatjuk 2 a mínusz kistéper nagy t egyediken alakban. Tessék ellenőrizni. A nyomáskülönbség nagy t idő múlva ismét a felére, tehát a kezdeti érték negyedére csökken. Delta P 2T per delta P 0 egyenlő 1 per 2 a négyzeten, egyenlő 2 a mínusz másodikon. Ezt szintén felírhatjuk 2 a mínusz kistéper nagy T egyediken formában. Nagy T időnként a nyomáskülönbség egyre feleződik, vagyis 3T idő alatt a 8-adára, 4T idő alatt a 16-odára csökken, és így tovább. Mindegyik hányadost felírhatjuk 2 a mínusz kis t per nagy t egyediken alakban. Ez tehát általánosságban is érvényes. Azaz, kis t idő alatt a delta p t per delta p 0 egyenlő 2 a mínusz kis t per nagy t egyediken. A delta p t megegyezik az állandó külső parciális nyomás és a t időpontban fennálló tenzió különbségével delta pt egyenlő pk mínusz pt. Írjuk be a kapott összefüggést a tört számlálójába, majd fejezzük ki a pt-t. Így pt egyenlő pk mínusz delta p 0 szor 2 a mínusz kis t per nagy t egyediken. Tessék ellenőrizni. Ezt az összefüggést Holdén egyenletnek nevezzük. Még egyszer kiemelem, hogy a Holdén egyenlet a közelítő módszerrel ellentétben csak abban az esetben használható, amikor a környező gáz parciális nyomása nem változik. Ha a Holdén egyenletnek megfelelő görbét berajzoljuk a közelítő számítással kapott diagramra, akkor majdnem tökéletes illeszkedés láthatunk. A közelítő módszer a Holdén egyenlettel együtt túltelített oldatnál is alkalmazható, amikor a külső parciális nyomás kisebb, mint a kezdeti tenzió. Ilyenkor a delta P negatív, ezért a tenzió csökkenni fog. A buborék képződéstől egyelőre eltekintünk. Gázkiválás esetén a tenzió meghatározásához nem kell más tennünk, mint a PK és a P0 értékét felcserélni a táblázatban. Figyeljük meg, hogy a tenzió csökkenését ugyanaz a felezési idő jellemzi, mint a növekedést. A kiegyenlítődés idejét most is a felezési idő hatszorosának tekintjük, amikor az eltérés a parciális nyomás és a tenzió között 1,5%-ra csökken. Felezési idővel jellemezhető változást nem csak az oldódás folyamata produkál. Hasonló viselkedést tapasztalhatunk mindenféle kiegyenlítődési folyamatnál, például amikor egy a környezeténél hidegebb vagy melegebb test felveszi a környezet hőmérsékletét. Sőt, a radioaktív elemek bomlását szintén felezési idővel jellemezhetjük, bár ennek egészen más az oka. A közelítő megoldással, illetve a Holdén egyenlettel a búvár merüléseket is modellezhetjük. Mivel a levegő igen nagy része nitrogén, ezért a továbbiakban a parciális nyomást egyenlőnek tekintjük a külső nyomással. Következtetéseink lényegét ez nem módosítja. Az Excel táblázatokba persze bejegyezhetik a valós értékeket is. Az előbbi példák tehát megfelelnek egy olyan búvármerülésnek, amikor a felszínről indulva hirtelen, nagyon rövid idő alatt 40 méter mélyre jutunk, illetve telítődve nitrogénnel 40 méter mélyről hirtelen a felszínre emelkedünk. A buborék képződést egyelőre elhanyagoljuk. Ez persze csak képzeletbeli lehetőség. Ilyen gyors merüléskor nem tudjuk elkerülni a barotraumákat. Felemelkedéskor pedig a buborékképződés biztosan a búvár halálához vezet. A merülésnél mindig ügyelnünk kell a levegőfogyasztásra. A búvár komputeren mérései szerint egy bar külső nyomásra átszámítva 12,5 liter levegőt használok percenként. Kerekítsük 15 literre. 40 méter mélyen 5 bar külső nyomás esetén ennek ötszörösével percenként 75 literrel számolunk. 20 perc alatt, tehát 20x75, egyenlő 1500 liter a levegőfogyasztás. Ez éppen a 15 literes 200 bárra feltöltött palacban lévő mennyiség fele. Hogyan vehetjük figyelembe a mélység változásához szükséges időtartamokat? Mint említettem, ehhez a kezdeti parciális nyomás helyére az aktuális külső parciális nyomást kell beírnunk a közelítő megoldás képletébe.
Ha mondjuk 10 méter per perc sebességgel süllyedünk, akkor az ábrán látható változást kapjuk. Eleinte a kisebb mélység miatt lassabban nő a tenzió. Az Excel táblázat segítségével ezt is kipróbálhatják. Ugyanezt figyelhetjük meg a folyamatos feljövetelnél, például a szokásos 10 méter per perc emelkedési sebesség esetén. A tenzió először lassabban csökken, mert kisebb a nyomáskülönbség. Az Excel táblázatba a felemelkedéskor a sebességet negatív előjellel kell beírni. Az eltéréseket a továbbiakban elhanyagoljuk. Az egyszerűség kedvéért a mélység változását pillanatszerűnek tekintjük, hangsúlyozva, hogy egy valódi merülés esetén semmiképpen se próbálkozzunk meg vele. Hogyan változik meg a nitrogén tenziója egy olyan merülés során, amikor hirtelen lemegyünk 40 méter mélyre, ott eltöltünk 20 percet, majd hirtelen felemelkedünk a felszínre? Az emelkedés kezdetéig a külső nyomást 5 bárnak tekintjük, a kezdeti tenziót pedig 1 bárnak. Mint látjuk, 20 perc alatt a tenzió 4 bárra nőtt meg, a felezési idő kétszerese alatt a nyomáskülönbség a negyedére csökkent. Ezért a felemelkedésnél a kezdeti tenziót 4 bárnak, a külső nyomást pedig 1 bárnak tekintjük. Az eredményt az ábra mutatja be. Ez a felemelkedés a keletkező buborékok miatt a búvár életét veszélyezteti. Holdén megállapította, hogy az emelkedés sebessége nem léphet túl egy meghatározott értéket. A maximumot 18 méter per percben jelölte ki. A későbbi vizsgálatok 10 méter per percre csökkentették, és ezt tekintik ma a veszélytelen emelkedés sebességének. A 10 méter per perc egy nagyon lassú, kényelmes felúszást jelent. Mintha a szerelmünkkel andalognánk. Próbálják ki. Mármint nem az andalgást a szerelmükkel, bár az is kellemes tevékenység, persze nem a víz alatt. Jelöljenek ki, ha lehet, a lakásban 5 méteres távolságot, és kíséreljék meg 30 másodperc alatt végig sétálni. Bizony alaposan vissza kell fognunk magunkat, hogy ne siessük el. A 10 méter per perc megfelel 6 km per órának, ami tényleg nagyon lassú mozgás. A búvárok a búvártanfolyam során megtanulnak ilyen sebességgel emelkedni. A modern búvárkomputerek a kijelzőjükön és hangjelzéssel is figyelmeztetnek, ha túllépjük a megengedett sebességet. Az ábrán a komputerem kijelzője látható, amit utólag a szoftver jelenített meg a monitoron. A villogó slow felirat mutatja, hogy egy rövid ideig 10 méter per percnél gyorsabban emelkedtem. Sajnos néha előfordult. Az előírt sebesség betartása azonban nem elegendő a buborék képződés megakadályozásához. Holdén vizsgálatai szerint emelkedés közben a tenzió nem lépheti túl a külső nyomás kétszeresét. Azaz, szervezetünk ilyen mértékig tudja megakadályozni a buborék képződést. Itt a teljes külső nyomást kell figyelembe venni, nem pedig a vizsgált gáz parciális nyomását, hiszen szervezetünkre, a szövetekben képződő buborékokra a teljes külső nyomás hat. Szervezetünk rendelkezik némi tartalékkal a buborék képződés ellenében. Növekedésüket gátolja például a szövetek létrejövő deformációja és a felületi feszültség. Ezek többletnyomást biztosítanak a külső nyomáshoz képest. A felületi feszültségről itt nem beszélünk részletesen. A lényeget röviden megtalálják az videóhoz mellékelt PDF fájlban. A Holdén szabály alapján tehát a 40 méteren 20 perc alatt kialakult 4 bár tenzió miatt csak annyira úszhatunk fel, hogy a külső nyomás a 4-nek a fele, azaz 2 bár legyen. 2 bár nyomás 10 méter mélyen áll fenn a víz alatt. Ezért először 10 méteres mélységbe emelkedhetünk. A táblázatban a végső mélység helyére 0 méter helyett írjunk be 10 métert. Itt meg kell állnunk, és megvárnunk, amíg a tenzió a felszíni nyomás kétszeresére, vagyis éppen 2 bárra csökken. A Holdén szabály szerint csak ebben az esetben folytathatjuk az emelkedést, most már a felszínig, hiszen ismét felére csökkenhet a külső nyomás.
A várakozás zsilipelésnek, dekompressziós megállónak, vagy egyszerűen dekostopnak nevezzük. A megengedett 1,5%-os eltérésért a felezési idő 6-szorosáig, azaz 60 percet kell várnunk a felszínre jövetel előtt. Igen nagy ár a 20 perces lentartózkodásért. Ráadásul a dekompresszió szünet alatt elhasználnánk további 60x2x15 egyenlő 1800 liter levegőt, amennyi már nem is maradt a palacban. A hosszú várakozási idő fő oka a nyomáscsökkenés lassulása. Ahogy egyre csökken a nyomáskülönbség, egyre lassul a kiegyenlítődés folyamata. Holdén rájött arra, hogy egy bizonyos várakozási idő után feljebb emelkedhetünk, hiszen a tenzió már valamennyire csökkent. A 10 méteren eltöltött 10 perc alatt például a tenzió 3 bárra csökken, amit megfelezhetünk, vagyis 1,5 bár nyomásnak megfelelő mélységbe 5 méterre emelkedhetünk. A külső nyomás csökkenése miatt felgyorsul a gázkiválás folyamata. További 16 perc alatt a tenzió 2 bárra csökken, így már biztonságosan a felszínre juthatunk. Összesen tehát csak 26 percet kell várakozással eltöltenünk. Több dekostop beiktatásával még tovább csökkenthetjük a várakozási időt. Bár példánk alaposan leegyszerűsítette a valós merüléseket, de jól mutatja a búvárok által alkalmazott lépcsőzetes dekompresszió lényegét. Ráadásul a dekostop idők és a mélység csökkenése miatt a palacban maradt 1500 liter levegő bőven elegendő a feljövetelhez. Elhasználunk ugyanis 10 méteren, azaz 2 bár nyomáson 10 perc alatt 10x2x15 egyenlő 300 litert, 5 méteren, vagyis 1,5 bár nyomáson 16 perc alatt pedig 16x1,5x15 egyenlő 360 litert, összesen 660 litert. Így még bőségesen maradt tartalék is a palackban. A példákban szereplő 10 perces felezési időt az egyszerű számolás miatt választottam. De mekkora a vér és a szövetek esetén a tényleges felezési idő? Ez attól függ, hogy mennyire gyorsan jut el, majd mennyire jól oldódik a nitrogén a szervezet különböző részeiben. A fontos szervekhez gyorsan eljut a vér. Gyorsan veszik fel a nitrogént, ám gyorsan le is adják. Kicsi a felezési idő. Ezekhez az úgynevezett gyors szövetekhez tartozik a központi idegrendszer, a gerincvelő, a főbb szervek, meg persze a vér. A magas zsírtartalmú szövetek nagyobb mennyiségű nitrogént tudnak felvenni, viszont rossz a vérellátásuk. Ezért hosszabb a felezési idő. Ezekhez a lassú szövetekhez tartozik a bőr, az izomzat, az ízületek. Lassan veszik fel, és lassan adják le a nitrogént. Azért vegyük észre, hogy a 10 másodpercek alatt lezajló oxigén, illetve széndioxid cseréhez képest még a gyors szöveteknél is több perc a felezési idő. A szövetek felezési idejét a 20. század elején nem ismerték. Pontos értéküket csak az utóbbi évtizedekben az ultrahangos, illetve pásztázó elektromikroszkópos vizsgálatok derítették ki. Ezért Holdén 5-től 75 percig terjedő 5 hipotetikus mennyiséggel számolt. Különböző felezési időkre meghatározva a tenziók változását, láthatjuk, hogy először a leggyorsabb szövethez kell igazítanunk a dekompressziós megállót, majd egyre inkább a lassúbb szövetek kapnak szerepet. Példánkban az 5 perc felezési idejű szövetben a tenzió 4,8 bárra nő. Ezért 14 méterre emelkedhetünk, ahol fele akkora 2,4 bár a nyomás. A lassú szövetekben azonban a tenzió még el sem érte ezt a külső nyomást, azaz nem kezd el csökkenni, hanem tovább fog emelkedni. Kedves nézőim! Holdén kezdeti kísérleteit a 20. században pontosan vizsgálatok követték. A mai búvármerülések az újabb kutatások eredményeit használják fel a dekompressziónál. Ezekkel folytatjuk. A viszontlátásra!